Úristen, ez őrült! Úristen! Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban egy újabb modot fogok nektek bemutatni, ezúttal a Rotten Creatures modot, ami igazából a Minecraft zombi oldalát fejleszti egy kicsit, és hát elég érdekes mobokat ad hozzá a játékhoz, szerintem nagyon látványosak, és nagyon Minecraftos kinézetűek, szerintem tökre beleillenének az alapjátékba is. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó. Hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek a videó alatt egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltés linket megtaláljátok lent a leírásban. Viszont szerintem akkor vágjunk is bele. Hát az első mobunk a múmia lesz, tehát egy sivatagi zombi variáns, ami egy vagy két rothadt húst, egy vagy két papírt, minimum kettő, maximum négy aranyrögöt és egy aranyrudat fog dobni halála esetén. Ritkán fog egyébként spawnolni a sivatagokban, és van egy ritka variánsa, az ősi múmia, ami 35% eséllyel tud spawnolni. És maga a múmia támadás közben éjség 3 effektet ad ránk, illetve bogarakat tud spawnolni mozgás közben, és az ősi múmia is képes erre, viszont ő repülő bogarakat fog spawnolni. Úgyhogy szerintem gyorsan fel is veszem a cuccomat, és akkor megnézzük ezt a mobot, hogy pontosan hogy működik valójában, meg hogy néz ki. Direkt nem spawnoltam le magamnak semmit, hogy együtt élhessük át ezt a csodálatos pillanatot. Szóval itt van a múmia, 26 életereje van egyébként, hát elég jól néz ki a textúrája. Mit ne mondjak. Oké. Okay. Aha, és jönnek a bogarak, láttátok? Leidézett kettőt. És folyamatosan idézi őket. Nehéz eltalálni őket, olyan kicsi a hitboxuk. Hagyom, hogy megüssön. Oké, okay, és rám is rakta az éjség effektet. Jó, és megöltük, és rothadt hús dobott, illetve még halálakor is dobott bogarakat. Úgyhogy azért nem egyszerű vele megküzdeni. Nézzünk meg egy kicsit többet. Ó, van egy másik variáns is, ez egy zöld színű, azt hittem ez az ősi múmia lesz, de nem. Csak úgy látszik, hogy más színekben is van, ami tök jó változatos skinek, azért sokat dobnak egy-egy mobon. És azért szörnyeknél nem is olyan gyakori a Minecraftban, hogy találkoznánk ilyen különböző kinézetekkel. Ó, de mégiscsak ő volt az, srácok. Csak nem írta ki a nevében, hogy ősi múmia. Mert ő repülő bogarakat idézett elő. Akkor ő volt az mégiscsak a zöld színű. És itt jönnek a repülő bogarak. Ezek a bogarak elég idegesítőek. Úristen. Ezeknek egyébként nem sok életerejük van, kettő, ha jól látom, de olyan nehéz eltalálni őket. Úristen! Wow! És nem találom el. Az igenis, figyeld meg, hogyha ezzel meg az elég ütszes lesz. Srácok, ez nem olyan egyszerű, mint amilyenek tűnik, oké? Okay? Hát ez hihetetlen. Oké, okay, kapta. Meghalt? Szóval dobtak aranyrögöt, amint azt láthattuk, illetve papírt is dobott az egyik. Mert ugye múmia, és azzal van betekerve. Hát elég érdekes volt, nekem nagyon tetszett egyébként. Hát ezek a bogarak szerintem nagyobb kihívást jelentettek, mint a zombik. Jó, nagyjából szerintem ennyit érdemes tudni erről a mobról. Nagyon király, majd írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc variánsotok. Én már tudom, hogy nekem melyik lesz, de nézzétek végig a videót, mert ahogy haladunk előre, egyre izgalmasabb mobokat tettem be, tehát ilyen sorrendben fogunk haladni. Úgyhogy menjünk is tovább. A következő az élőhalott bányász, ami hát nyilván parlangokban fog spawnolni, elég klausztrofóbiás helyet választottam magunknak. Éj, itt egy rózsa. És több különböző rangja van. Van a C, a B, az A és az M variáns. Ez azt mutatja igazából, hogy kő, vas, gyémánt vagy arany csákánnyal spawnol. És ennek megfelelőek a droppok is, tehát másféle érceket meg alapanyagokat fog dobni a különböző kategóriájú élőhalott bányász, illetve a Badlands biomban ez az arany csákányos zombi fog spawnolni, de akár ő a felszínen is tud spawnolni egyébként. Úgyhogy nézzük meg, hogy ő hogy néz ki. Hello, 22 életereje van, ó, milyen jó kis bányász felszerelése van. És ő volt a vas csákányos variáns, és ő most egy szenet dobott. Milyen jó kis cucca volt egyébként. Láttátok? Hoppá, próbáltam a színnel leidézni a zombit, az igen. Láttátok, egy kis bányász is, a kis tattyó a derekán. Több király. Most pedig rothadt hús dobott. Azt nézve, hogy ebben van esetleg valami variáns, de nincsen.
legalábbis nem látok. Aha, most az úzott követ is dobott az egyik. Látjátok, ennek például kőcsákánya volt, ezért dobott ez is követ. Egyébként a csákányokat is ritkán el tudják dobni, de azért nem olyan nagy eséllyel. Hát ő is csak ilyen egyszerűbb variáns volt, elég sok mod hozzáadja ezt a lényt a játékhoz, úgyhogy annyira ettől nem kell lehidalni, de azért szerintem tök jól meg volt csinálva. Menjünk is tovább. A következő itt a havas biomokban fog spawnolni, és itt kettő is fog spawnolni egyébként. Az egyik a fagyott nevű zombi, ami egy vagy kettő fagyott rothadt húst, egy vasrudat, egy krumplit és egy répát dobhat halála esetén. És van egy kicsi változata is, ami tud spawnolni. És hát nyilván a havas bajomokban fog spawnolni, és a fagyás effektet adja a játékosnak, amikor a játékos nem tud mozogni, semmit nem tud csinálni, még az inventoriát se tudja megnyitni. Úgyhogy ez egy elég érdekes effekt lesz, illetve Frostwalk hatással rendelkezik, vagyis képes a vizen járni és befagyasztani azt, ahogy rajta sétál. Úgyhogy állandó ilyen képességgel rendelkezik, és van egy égett zombi is ebben a modban, és azzal igazából ilyen esküt ellenségek, úgyhogy egymást meg fogják támadni. Úgyhogy nézzük meg, hogy ő hogy néz ki. Hello. Oké, neki 20 életereje van. Na gyere, nézzük meg, hogy ha most megtámad. Aha, itt van rajtam a fagyasztás effekt. Nem tudom megnyitni az inventorimat. És mozogni se tudok. De támadni szerencsére tudok. Viszont mozdulni nem tudok. Na most lejárt az effekt. Hú, és milyen érdekes hangja van, hallottátok? Ilyen visszhangzó, nem tudom milyen hang. És ilyen fagyott, rothadt húst dobott, amit egyébként fel lehet égetni, mármint melegíteni, olvasztani, és akkor sima rothadt hús lehet belőle kapni, ha esetleg szükségünk lenne rá. Ó, és meg is lehet enni. Ja, és akkor ettől megfagyok, aha. Látjátok, megkaptam a fagyás effektet és az éjséget is. Megmutatnám, csak nem tudom megnyitni az inventorimat. Úgyhogy, ó, itt pont elmúlt. Jó. Úgyhogy ez így működik, és még vasrudat is dobott. Nagyon király. Nézzünk meg még néhányat belőle. Azt hittem le fogja spawnolni a kicsit, de nem sikerült. Most próbáljuk meg, hogy nem ér hozzánk, mert azért ez a fagyás effekt nem túl előnyös. Főleg, hogyha sokan vannak, akkor elég gyorsan le tudják vinni az életerünket. Úgyhogy ilyen kritikál hitekkel próbálom távolról legyőzni őket. Úgyhogy ez volt ez a variáns. Ezeket ide lepakolom. És van egy másik zombi, ami szintén itt fog spawnolni a havas biomokban, ez pedig a rothadt Eskimo zombi, ami szintén képes egy vagy két rothadt hús dobni, egy bört, illetve egy vagy két nyers tőkehalat, vagy pedig egy darab sült tőkehalat tud dobni, és ő lassúság kettőt fog ránk rakni, tehát nem éjséget. És ezeket a halakat, meg ezeket az itemeket egyébként úgy is el tudja dobni, hogy nem öljük meg, csak ütögetjük őt. És akár mivel ütögetjük, akár kézzel is ütögethetjük, dobálhatja ezeket az itemeket magából. Van egy speciális változata, ami lándzsával fog spawnolni, ez azt jelenti, hogy távolabbról is meg tud minket ütni, illetve hátra tud lökni minket, és ő viszont nem ad lassúság effektet, hogy egy kicsit ki legyen egyensúlyozva, mert különben elég erős lenne ez a mob. Hát nézzük meg. Ja, igen, 50% eséllyel farkassal tud spawnolni, azt elfelejtettem mondani. És 20 életereje van magának az Eskimónak. Bocsi farkas, rossz oldalon álltál. Milyen jó hátizsák, az ilyen kis tatyó, meg az egész kabát, az egész szerelése, tök jól néz ki. Tök jól lenne egy ilyen Eskimo ruha Minecraftban, vagy nem tudom, most így megtetszett. Egy kis bundás kabát, és látjátok, eldobta a halat, pedig még meg se öltem. Jó, és most kapta. Nekem ez nagyon tetszik. De láthatjátok, hogy nem mindig spawnol farkassal, most például lándzsával spawnolt, és így, ha megnézitek, távolabbról is el tud találni, és még hátra is lök. Eléggé, viszont ő nem fog lassúság effektet adni. Aha, csak így nehezebb megütni. Oké. Nézzünk meg belőle még néhányat. Ó, most kettő is spawnolt farkassal. Őket le kell szedni. Szerencsére nincs olyan sok életerejük. Két ütésből meg lehet őket ölni. Kapta. És van egy lándzsás is közöttük. Annyira azért nem bonyolult legyőzni őket, de nagyon tetszenek ezek a variánsok. Sokkal változatosabbak. Aha, és megkaptam a lassúságot tőle. Sokkal változatosabbak szerintem így a mobok, és ez szerintem tök jót tesz a Minecraftnak. Meg így a zombikban tök jó kis variánsokat lehet felfedezni. És hát ugye ezt nyilván a fejlesztők is észrevették, ugye a vízbefúltakkal, meg a huskokkal, de azért ezek szerintem sokkal minőségibbek, vagy nem tudom, nekem jobban tetszenek. Nem követik azt a sablonos zombi modellt, hanem van rajtuk egy kis öltözet, valami más modell, tök jól néz ki. Jó, szóval ez volt az Eskimo zombi, megint csak egy nagyon király mob. És jaj, megettem az aranyalmát. Nézzük a következőt. A következő a mocsári
variáns lesz, itt is vagyunk egy mocsárban, és hát ez a mocsaras zombi, ami egy vagy két rothadt húst tud dobni, egy barna festéket, illetve vakság és méreg effektet tud adni a játékosnak, és amikor meghal, 80% esély van arra, hogy ott, ahol meghalt, egy ilyen mérgező effektet, egy felhőt hagyjon hátra, ilyen lebegő potion effektet. Úgyhogy nézzük meg őt. 16 életre van, ami nem olyan sok. Egy kicsit lefolyt az arca, mintha ilyen sárból lenne. Szerintem azért van ilyen kevés életereje, mert egyébként elég sok negatív effektet tud adni. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi van, ha sikerül megütnie. Aha, megkaptam a mérget és a vakságot. Ez annyira nem kellemes. Aha, és itt van. 80% esély, ugye az előbb nem dobta be ezt az effektet, de most megkaptuk. Úgyhogy ez tényleg így működik. De szerencsére nincs olyan sok életerük, és hogyha tartjuk a távolságot, akkor egyáltalán nem veszélyes. És eldobta a barna festéket, ami hát elég érdekesen néz ki így távolról. De nem tudom, hogy miért pont festéket. Valószínűleg azért, mert Minecraftban nincs sár. És ezért dobja így ezt az itemet. Na jó, ez lett volna ez a variáns. Elég gyorsan haladunk ezekkel, de annyira sok minden nem lehet róluk elmondani, de szerintem ez így mind nagyon érdekesek, így is ezek a mobok. Átmegyünk a Netherbe, ugyanis a következő variáns az égett zombi. Hé! Hey. Eltévedtünk? Oké. Okay. A Nether fekete báránya. Na most az égett zombiról ugye azt kell tudni, amit mondtam, hogy a havas, fagyos zombival esküdt ellenségek. Halál esetén egy vagy kettő pokol rothadt húst tud dobni, illetve egy magma blokkot vagy egy magma krémet, de ez nagyon ritka. És van egy másik változata is, amit meg fogunk nézni a felszíni világban, ami akkor jön létre, hogyha beleesik a vízbe ez az égett zombi, akkor átalakul obszidián égett zombivá, ami halál esetén obszidiánt, illetve rothadt húst tud dobni. Amikor harcolunk ezzel a mobbal, akkor meg tud minket gyújtani, és hogyha alacsony az életereje, akkor erő és gyorsaság effektet fog kapni, illetve hátralökés ellenállást, és hát mivel ilyen égő zombi, ezért fényt ad ki, ezért lehet, hogy meg fogjuk majd nézni a shaders-zel, hogy hogy néz ki, és van egy őrült formája is. Az esőben, illetve a hidegben sebződik, illetve a lávában a sima zombik át tudnak változni éger zombivel, úgyhogy lehet, hogy ezt is meg fogjuk nézni. Jöjjünk le ide, egy kicsit több a hely. Na nézzük meg, hogy néz ki ez a mob. Wow! Azt nézzétek! Az egész teste égett. Meg van még benne egy kis magma is, egyébként 22 életre van, és hogyha megüt, akkor fel is gyújtott engem. És a hangok nagyon tetszenek. Aha, megőrült! Megőrült! Oké. Okay. Ez volt az őrült forma. Oké. Okay. Na most azt akarom megnézni, itt át tudok szerintetek menni? Aha, csak vissza nem tudok jönni, de hát se baj. Meg akarom nézni, hogy mindjárt megnézzük azt is, hogy mi van, hogyha belerakunk egy sima zombit a lávába, és az meghal. Viszont előtte eszek egy kicsit. Na itt van egy sima zombi, srácok, és most megpróbálom belelökni a lávába. Egyébként ez nem mindig működik, de amikor lávától hal meg a zombi, akkor megvan az esélye arra, hogy átváltozzon ilyen éger zombivá. Egyébként elég okosok ezek a zombik olyan tekintetben, hogy kikerülik a lávát, de mindjárt megpróbáljuk kicselezni, hogyha felmászik végre. Azaz. Aha, láttátok, és átváltozott. És csepeg róla a láva. Most arra vagyok kíváncsi, hogy néz ki shaders-el. Aha. Hát nem rossz szerintem. Látszódik, hogy így fénylik. Na srácok, így néz ki. Szerintem nem rossz egyébként. Mostanában nagyon tetszenek ezek a látványeffektek. Úristen, megőrült! Jézusom. Jó, és most pedig eldobta ezt az égett, illetve hát ilyen pokoli rothadt húst, ami egyébként arra jó, hogy lehet vele égetni, tehát tüzelőanyagként lehet használni. 0,4 itemet lehet vele kiégetni, úgyhogy nem annyira hatékony item, de hogyha éppen szűkölködtök és nincs más, akkor, akkor erre is jó. Nézzünk meg belőle még néhányat. Nagyon tetszenek a hangok. Úristen, megőrültek! De ez mondjuk így veszélyes. Jézusom! Jó, és még egy van. Oké. Okay. És át is jöttem a Netherből, és még egy dolgot akarok megnézni, mégpedig ezt az obszidián variánst. Úgyhogy lejövünk ide a vízpartra, és beleszpónolom, vagyis hát csináljuk úgy, hogy belelökjük.
mondjuk így. Hopp, átváltozott obszidián variánsá. Neki már 50 életereje van, hát elég nehezen mozog a vízben. Talán a mi szerencsénkre 50 életereje van. Ez nem semmi. Oké, na itt már gyorsabb. Nézzük, mennyit üt. Olyan sokat nem, mint gyémánt páncéllal. Azt hittem ez is kicsit erősebb lesz. Jó, és obszidián dobott. Úgyhogy így működik ez a variáns. Tehát lényegében így van egy ilyen második változata is. Ami nem egy teljesen különálló mob, de azért... hát elég erős, tehát 50 életereje van. Eddig ez volt a legerősebb zombi. És igazából szerintem meg is vagyunk, úgyhogy ide fogok lepakolni. És mehetünk is tovább. Úgyhogy megnyomjuk a gombot. Bam! És a következő, hát ez egy érdekes variáns, amit úgy hívnak, hogy halhatatlan, és igazából bármelyik biomban tud spawnolni, kivéve a sivatagokban, a Badlands biomokban és a havas biomokban, és a viharos időjárás esetén tud spawnolni, tehát ez a speciális tulajdonsága, hogy viharban spawnol. Egyébként egy vagy kettő rothadt húst és egy vagy kettő csontot tud dobni, illetve hogyha viharban hal meg, akkor egy enchantolt szigonyt. Vihar nélkül, hogyha úgy hal meg, akkor csak 10% eséllyel dob egy sima enchantok nélküli szigonyt. És képes megadni a channeled effektet, ami nem tudom, hogy pontosan mi lesz, de mindjárt kiderül. Illetve, hogyha belecsap a villám harc közben, visszanyeri a teljes életerejét. Illetve a sima zombikat képes átváltoztatni ilyen zap változatokká, azt meg fogjuk majd nézni. Hogyha alacsony az életereje, akkor villámlást kezd el szórni, illetve gyorsaság effektet kap. Illetve amikor megütjük, ilyen random mozgása van, kicsit olyan, mintha teleportálna. Illetve van egy ilyen nekirohanó dash támadása is, amely elvégzése után visszanyeri a teljes életerejét, és hogyha elmúlik a vihar, akkor elveszíti a képességeit. Úgyhogy, hát elég erősnek tűnik. Nem tudom, hogy ez hogy fog menni pontosan. Lehet, hogy egyébként át fogom állítani az időjárást viharosra, mert kíváncsi vagyok, hogy... pontosan a képességeit hogy tudja használni. Hát ő lenne az. Aha, ez eléggé szikrázik. Nézzük, mi van, ha megüt. Aha, húha, kezdi. Aha, ez a channel effect. Gondolom, vezetem a villámot, vagy valami ilyesmi. Úristen, ez őrült. Úristen. Őrült vagy. Áll ki belőle a szigony, 25 életereje van egyébként. Aha, pörgött, forgott. Ez nem sem, és visszatöltötte az életerejét a képességével. Úristen, mi van itt? Hogy lehet ezt megölni? Gyorsan gondolom én. És megint visszatöltötte? Srácok, ezt hogy kell megölni? Erről nem volt szó. Azt nem mondták, hogy nem lehet megölni. De gondolom ezért halhatatlan. Ez logikus. Úristen. Úristen! Be a vízbe! Igen, ez most már logikus, hogy azért hívják halhatatlannak, mert nem lehet megölni. Oké, a vízbe nem tud jönni. Ez azért jó. Oh, hát ez kész káosz volt. És ide fog teleportálni? Nem, szerintem a másik oldalon van. Az előbb láttam. Halló? Hova lett? Azt tudja, hogy nem halt meg. Nem, láttam, hogy még életben van. Eltűnt. Mint a kámfor. Oké. Aztán nehogy hirtelen itt rámugorjon valahonnan, mert... szívritmus zavar kapok. A lényeg az, hogy... elég durva volt. Na most, hát... nézzük meg még egyszer, de... nem tudom, hogy jó ötlete. Úristen. Olyan gyorsan örög össze-vissza, alig tudom lekövetni. Próbálom osztani neki a damage-et, de olyan gyorsan visszatölti magát. Aha. Úristen, ezek a hangok, nagyon epikus küzdelem. Na ez azért már egy kicsit keményen, mint az eddigiek. Nézd meg, hogy menekül. Kár, hogy nincs ilyen cooldown effekt azon, hogy mennyiszer tudja használni ezt a képességét, vagy milyen gyorsan, mert ez... elképesztő, tehát folyamatosan újra tölti az életerejét. Mikor azt nem tudom, néha így eltűnik. Lehet, hogy így van kiegyensúlyozva, hogy nem lehet megölni, és egy idő után elteleportál. De az érdekes, mert úgy volt, hogy van dropja, tehát hogyha megöljük, akkor van dropja. Na most meg tudjuk ezt könnyen nézni egyébként, hogyha
elmúlik a vihar, mert ugye akkor elveszíti a képességeit. Úgyhogy nézzük meg. Aha, na most már nem vagy olyan kemény. Miközben így is elég tankos. Jézusom! Úristen, ezek a hangok. Jó. Rendesen ilyen nagyon durva hangja van. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ha leidézek egy zombit, halló, akkor vele mit csinál? Mert képes elvileg átváltoztatni. De lehet, hogy ezt is csak viharban tudja. Aha, valószínű, hogy csak viharban tudja, úgyhogy ezt mindjárt meg is nézzük. Így. Ott a zombi. Hogy ilyenkor már nem kapja vissza a képességét? De hogy nem? Most a zombit nem biztos, hogy átváltoztatja, egyébként ennek csak egy esélye van, tehát nem minden alkalommal. Ez nagyon fontos. Mindjárt megöli a zombit egyébként. Én még hozzá sem nyúltam, és már több mint a fél életereje lement a zombinak. Hát, nem valószínű, hogy... Meg is ölte, megölte a zombit. Mindjárt engem is megöl? Aha. Úristen. És megöltem magam, oké. Oké, srácok, adtam magamnak élességeffektet, mint lehet, hogy sújtást kellett volna, mert hogy élő halott, de most már mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy így egy kicsit talán könnyebb lesz-e. Úristen. Egyáltalán nem könnyebb. Meghalt! Sikerült! Megöltem! És ellopta valóban a Channeling Enchantos szigonyát. Amit ugye... most már én is tudok használni. Wow! Na jó, hát ez elég kemény volt. Hú, eddig ez volt a legkeményebb, és még lesz egy ennél is durvább. Azt nem tudtam megnézni, hogy ezt a zombi átváltoztatás hogy csinálja, de... Hát gondolom egy ilyen kis villámlós zombit csinálna, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy szerintem itt mindent bemutattam, ami érdekes lehet. Hát ez tényleg eddig ez volt a legkeményebb. És most jön csak a java, ugyanis az utolsó zombi a listánkon nem más, mint Holt Szakál kapitány, vagy Halott Szakál kapitány, aki a tengerpart biomokon fog spónolni, tehát ezeken a biomokon ritkán egyébként. És igazából ugyanaz a dropja, mint amit a hajóroncsok ládáiban találhatunk, illetve még egy vagy két rothadt húst és egy kincses ládát is tud dobni, ami egy speciális blokk a modban, illetve egy másik speciális blokk a TNT hordó, amit ő képes elővenni és a kezében tartani, és ezt használni is tudja egyébként, ami 5 másodperccel később fel is robban, de hogyha ezzel a kezében hal meg, vagyis felrobban, akkor nem fog semmit sem dobni. Egyébként ellenáll a hátralökésnek, és zombi és skeleton kalózokat képes megidézni, akik 30 másodperc után diszpónolnak, és ja, nagyjából ennyi. Úgyhogy nézzük meg őt. Őre nagyon kíváncsi vagyok, több szempontból is. Hát, spónoljuk le ide. Halló! 50 életre van, és elképesztően néz ki. Na, esmérkedjünk meg, mi van, ha megüt? Olyan sokat nem üt egyébként. Hoppá! És itt van egy zombi kalóz. Milyen jó kis sisakja van. Ha, hogy megpördült. Kapta? Egyébként van most élességeffekt rajtam. Halljátok a csilingelő hangot? Lehet hallani, hogy csomó kincs van nála. Hiányzik a fél lába, ez a szerelés nagyon jól néz ki. Elismerés lenne. Oh. Hát ez gyors volt. És eldobta a kincses ládáját, meg tényleg azokat a cuccokat, amiket a hajóroncsok ládáiban találunk. A TNT hordós effektet, vagy képességek meg akarom nézni. Itt a kincses ládája. De király! Az igen. Még! Ott jön most már a lényeg. Még egy kis gyémántot is. Azt nem kaptam. Wow! Hát ez nagyon tetszett. Jó, tele volt a kincses ládája. Na jó, nézzünk meg még egyet, kíváncsi vagyok a TNT hordós képességre, gondolom, hogyha távolabb jövök, akkor aktiválódik, vagy nem tudom, hogy működik pontosan. Igen. Próbáltam olvasni, hát ha van róla valami infó, de nincsen. Hogy csilingel? Nagyon tetszik, hogy így mutatja egyébként, így meséli el a játék. Aha, megint leidézett egyet. Ó, jönnek. Így meséli el a játék, hogy mennyi kincs van nála. Még a skeletonokat nem idézte le, pedig elvileg olyanokat is tud. Jönnek a zombik, most egy kicsit hagyom, hogy éljen, hogy használja a képességét. Ott egy skeleton. Wow! Az igen, kettős kard! Kétkezes kard. Oké.
kapják. Aha, most már jönnek a skeletonok is egyre gyorsabban, most már kicsit begyorsítok én is, mert nagyon kezdenek túlerőben lenni. Láttátok, az egyik zombi diszpónolt egyébként, még hallani is lehetett. És megint meghalt. Engem érdekelne a TNT hordó, amit tud használni, csak nem tudom, hogy miért nem használja. Idézzünk le kettőt is. Hogy bepörögtek? Lehet, hogy ennem kellett volna előtte. És jönnek. Oké, ez így kicsit mondjuk lehet, hogy sok lesz. Túlszámoltam a dolgokat. Próbálom bevinni a kritikál hiteket. TNT hordó. Hé, ott van nála! Robbanni fog? 5 másodperc múlva? 4, 5. Püssz! Az igen! Az kizeret mindent is. De most úgy kéne megölni, csak az a baj, hogy eleve olyan nehezen akart elővenni a TNT hordót. Úgy kéne megölni, hogy hogy nála van a TNT hordó, mert elvileg azt meg lehet szerezni. Hogy megnézzük őt. De nem tudom, miért ilyen ritkán veszi elő a TNT hordóját. Próbáljuk távolabb jönni, nem tudom, mi aktiválja. Ó, észre se vesz olyan távolról. Nem tudom, mi aktiválja ezt a képességet, szerintem olyan random esély van rá. Hát ezt elég gyorsan megöltük. Nem tudom. Az előbb elővette is, láthattátok. Úgy kéne rám menni, hogyha nála van a TNT hordó. Az volt, túl sokan vannak, aha, és így nehéz lesz hozzáférkőzni. Az egyik kapta. Most a másikra kéne odafigyelni. Ó, és nem tudnak úszni, mármint így mélyben maradnak. Hát nem igaz, hogy mindig megölöm. Látjátok, így lesüllyednek a víz alá. Oké. Elég sok kincses ládát szereztünk. Akkor mindjárt megnézzük ezt a blokkot külön, mert nem nagyon akarja eldobni. Közben viszont a ládáit akarom megnézni, mert de sok mindent lehet szerezni tőle. Azért ez jó kis fight szerintem, nekem nagyon tetszik. Nézzük meg egyet, kettőt, hármat, négyet. Ah, igen. Ott a gyémánt. Ennél nincs is szebb látvány, srácok. De komolyan. Milyen királyú meg van csinálva. Wow. Hát ez nagyon tetszik. Igen, mindet. Azta. Wow, ez nagyon király. Nekem nagyon tetszik. Szóval itt van ez a TNT hordó. Így néz ki. Szerintem ez tök jó kis blokk egyébként. És arra vagyok kíváncsi, hogy lehet aktiválni valahogy. Például... Aha, redstone-ra egyből aktiválódik. Oké, tehát ez egy redstone-os blokk. És flint and steel. Aha, arra is. Így pedig nyilván van egy kis idő előtte. Oké, szóval ezt így lehet használni egyébként. Na, erre voltam kíváncsi, csak nem akarta idadni nekem a hordót. Na srácok, hát ez lett volna az utolsó MOBA játékban, illetve az utolsó három technikailag, mert volt még ugye a kalóz zombi, meg a kalóz skeleton is, meg hát maga Holt szakál kapitány. Nekem nagyon tetszenek ezek a mobok, iszonyatosan kreatívak, nagyon jól ki vannak dolgozva, nincsenek túl bonyolítva, tehát ilyen egyszerűek, de mégis nagyszerűek. Tehát, hogy nagyon jók a modellek, a képességek, a textúrák, nagyon ötletes mindegyik, és olyan sokszor felhasznált tematikákat, mint a fagyos zombi, vagy a sivatagi zombi, amiket már számtalan modban láthattunk, ezeket is képes volt új módon bemutatni. Nekem mindegyik nagyon tetszett, és hát a kedvencem, na most jó kérdés, hogy a kalóz kapitány, ez a halos szakál kapitány, vagy pedig a halhatatlan zombi volt, mindkettő nagyon király volt szerintem, de én a kapitányra mondanám azt, hogy ő volt a kedvencem, a kalóz kapitány. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik tetszett a legjobban, melyik zombi. És hát ennyi lett volna ez a videó. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek odalent egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!